Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz a mai rendezvényünkön, és hát egyelőre annyit hiszem, hogy átadjam a szót Baksa Józsefnek, a Regionális Fejlesztési Alapítvány projektvezetőjének, hogy tartsa meg megnyitó beszédet. Köszönöm szépen, Baksa József vagyok, szeretném én is hosszúra gyújtani a hivatalos részét, csak egy nagyon rövid bemutatkozás, négyen jöttünk Szegedről, de úgy mondhatnám, hogy három régióból, Magyarországnak ezt a keleti részét, aki ismeri, Észak-Magyarországi régióból van a Regionális Fejlesztési Alapítvány Miskolci székhelyen, és ketten képviseljük a Danitával, ez valaki szemtelenkedik ilyenkor, elfelejtettem elnézést, ezt ki tudnád lőni? És a kamerás hölgy pedig a Debreceni Dei Egyesülettől, ugye ez pedig az Észak-Alföldi régió, és a, tulajdonképpen mind a négyen képviseljük, de a Székely Csilla elsősorban a Dél-Alföldi Regionális Alapítvány, illetve van egy non-profit hagyomány alapítvány, Szegedi, illetve Csanádkorotai, tehát Csongrád megyei székhelyel, tehát tulajdonképpen három régióban tevékenykedünk. A Jánost és a Juditot tavaly nyáron sikerült megismernünk, és tulajdonképpen akkor kaptunk ösztönzést, hogy néhány szervezetünk, tagszervezetünk egy kicsit összpontosítsa a tevékenységét, együttműködését Nagyvárad és környékére. Nemzeti Együttműködés Közösség, nem tudom ki hallott erről, ezt néhány évvel ezelőtt mi kezdeményeztük, és a magyarországi civil szervezeteket tömöríti, akik a határon túli civil szervezetekkel akarnak együttműködési lehetőségeket felkutatni, ápolni, fejleszteni különböző területeken. Szegedi központtal működünk, de tulajdonképpen minden magyarországi nagyobb városban tudunk partnerszervezetet. Ennek a rendezvénynek ugyan az a címe, hogy Kölcsei 225 és határtalan együttműködési lehetőségek, tulajdonképpen természetesen szeretnénk Kölcsei Ferencről megemlékezni, ugye 200 születésének 225. évfordulója alkalmából, és gondolkodtunk, kerestük azokat a mondatait, amit már ő akkor kitalált, hogy hogyan lehetne a magyarságot megmenteni, illetve az együttműködéseket egyre magasabb szintre emelni. Ugye Isten áld meg a magyart jókedvvel, bőséggel. A jókedvvel, bőséggel lehetne gondolkodni, hogy mit jelent. A mi olvasatunkban a jókedv az, hogy ne legyünk itt szomorúak, mindenki úgy álljon innen fel, hogy na, optimistának van egy újabb lehetőség, hogy esetleg jobban boldoguljunk, együttműködjünk. A bőség pedig nem csak az anyagi lehetőségeinknek a bővítését jelenti, hanem itt az együttműködéseknek a bővítését. De beletartozik, például van olyan szervezetünk, hogy népesedését egyesület, tehát a bőség az nálunk a gyermekáldás, tehát az, hogy legyen bőven fiatal és gyermek is. Ne arról beszéljünk, hogy elnéptelenednek a falvak is, és tehát legyen bőven utánpótlás. A Regionális Fejlesztési Alapítvány, tehát Miskolci székhelyű, 10 éves az idén pontosan, és eddigi programjai, pályázatai kerekasztal rendezvények voltak hasonlóak, mint ez, de elsősorban a felvidéki civil szervezetekkel működtünk együtt, illetve a magyarországi szervezetekkel, és most a János Judit ösztönzése kapcsán fordított ez a szervezet is itt Partium, vagy hát Nagyvárad környékére, és szeretnénk ezt a kapcsolatot bővíteni. Azokat szeretnénk majd felkutatni, majd mindenki elmondja az igényeit, hogy ki mit szeretne, nagyobb Európa Uniós pályázatban gondolkodjunk, vagy egyszerű együttműködésekben, közösségi élet fejlesztésében, vagy egyszerűen szeretnének a itteni civil szervezetek Magyarországra eljutni, megismerni az ottani szervezetek életét, vagy akár a többi régióban, most jövőre például a Felvidékben erőteljesebben gondolkodunk, tehát ha az itteni szervezetek szeretnének ott tartani kapcsolatokat, ebben is tudunk segíteni. Vagy ugye most idén rengeteg programunk lesz gyermektábor Székelyföldön, Erdélyben és Magyarországon, hogyha valaki van olyan, hogy ebben akar tevékenykedni, akkor ebben is szeretnék segíteni, de a lényeg, hogy gondolom mindenki elmondja majd az igényeit, és akkor ezek alapján remélem, hogy nagyon tartós együttműködések fognak létrejönni. A programunk tulajdonképpen két részből áll.
mai programunk. Az első részben ugye János fog beszélni, és akkor át is adnám neki a moderálási lehetőséget, hogy innentől ő fogja majd koordinálni az itteni munkát. Tehát ő fog beszélni Kölcsey Ferenc pontosan életútjáról és jelentőségéről. És van közöttünk színművész is, Meleg Vilmos, ő pedig Növében él, csak többé nincs jelen címmel fog előadást tartani, és akkor egy kis szünet, és utána jön az a része a dolognak, hogy mindenki bemutatkozik, elmondja, hogy mit szeretne. Nyilván van, aki csak a nevét mondja, a szervezetét, van, aki hosszabban, gondolom ez így majd kiegyenlítődik, van, aki rövidebben, van, aki hosszabban. Ennek a mai programnak lesz holnap egy folytatása, egy kirándulás tulajdonképpen, nem tudom, biztos itt vannak azok, akik jelentkeztek erre, tehát Kölcsey Ferenc szülőfalujába, Sződemeterre, akkor Ady Endre szülőfalujába, Érmincentre látogatunk, majd még Szatmárcsekére is, ugye Kölcsey sírját szeretnénk megnézni a végén, és ennek ez egy programsorozat tulajdonképpen, és lesz a felvidéki és őrvidéki, vagy hát pozsonyi bécsi állomása is, tehát erről is majd tudunk beszélni, hogyha valakit érdekel. Köszönöm szépen, nem akarom tovább húzni az időt, jó munkát kívánok mindenkinek, és mindenki be tud mutatkozni mondjuk személy szerint is. Köszönjük szépen, és hát akkor mielőtt az eladás megtartanám, akkor magam is nagyon röviden néhány szót szeretnék mondani. Azzal kapcsolatban, hogy hát először is nyilván, hogy megköszönném a Regionális Fejlesztési Alapítványnak a kezdeményezést, hisz egy közös pályázatnak az eredménye ez a mostani rendezvény, egy rendezvény sorozat része, és hát tulajdonképpen nekik köszönhető az, hogy megpróbálunk egy kicsit újabb irányba elmozdulni, hiszen hát itt ismeretes Nagyváradon, hogy a Bihar megye és Nagyvárad Civil Szervezetek Szövetsége évek óta szervez különböző rendezvényeket, és hát nagyon jó kapcsolatunk van a határon túlra innen nézve, és hát különösen örülök, hogy Horkoláb Lajos barátom itt van, akivel a további 15 évet lehúztunk már ebben a kapcsolatrendszerben, de mégis akkor felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mi a mostan az új ebben, mindig ezt csináljuk. Van új, és elmondom, hogy mi az újdonság ennek a mostani rendezvénynek. Hát az első az, mint elhangzott a megnyitóban, hát egy nagyobb léptékben kezdünk gondolkodni. Tehát a nemzeti összetartozáson belül eddig mi, legalábbis a BINCISZ és hát a legtöbb nagyváradi szervezet inkább a biharországi összetartozásba gondolkodott. Úgy tűnik, hogy eljött az ideje, hogy az egész határmenti térség összetartozásába gondolkodunk, hisz láthatjuk, hogy a főszervező szervezet is Miskolc-Szeged, tehát egyfajta keresztmetszetet ennek a határmenti térséget, ugyanúgy itt beszélhetünk szakmárnémeti, mit tudom én, Temesvár körülbelül, ez a térség az, amely mondjuk hasonlóképpen mondjuk számításba jöhet, tehát egy nagy régiós összetartozásról van szó, a magyar nemzeti összetartozáson belül, tehát ezt próbáljuk tehát jelentősen kiterjeszteni. Ez az egyik újdonság. A másik újdonság az, hogy Nagyváradon például Kölcsey Ferencre születésének napján szervezett keretekben nem emlékeztünk eddig meg. Tehát voltak alkalmi megemlékezések, rendszeres szervezett keretekben viszont nem történt meg. Tehát az első ilyen megemlékezés. És ez azért egyfajta kritika is lehetne Nagyváradnak, megmondom miért, mert én is akkor jöttem rá, hogy mikor szóba jött, hogy tulajdonképpen Szatmárnémetiben nagyon komoly kölcsei kultusz van, és a szervezetek is ott állandó jelleggel megemlékeznek róla. Most volt 6-án, 7-én, tehát tegnap meg tegnap előtt a nagy rendezvény, amely Kölcsey Ferenc emlékét próbálta hát ápolni. Ugyanakkor Aradon Kölcsey Egyesület van,
És hát mi nagyváradiak mindig azt mondjuk, hogy a Pártium fővárosa vagyunk, hát akkor illene felvállalni a Pártium értékeket is, tehát nem csak a bihar értékeket, hanem az egész Pártium értékeit. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy ez is egy nyitás fele megy, felvállalni az egész Pártium értékeket, tehát nagyjából a Románia mostani északi határától, onnan veszük a Pártiumot, és hát mondjuk pont Temesvárig nem veszük Daradot, azért beszoktuk a Pártiumban menni, Temesvár a bánság fővárosa, tehát ez már mondjuk egy ilyen kontaktus régióként jelenhetik meg ebben a dologban. Tehát ilyen értelemben az már egy kisebb újdonság, hogy mi nem nagyon szerveztünk augusztusban rendezvényeket, valóban nagyon nehéz ilyenkor, nagyon sokan vannak ilyen nagy kánikula, meg szabadságidővel elmenve a városból, ugyanakkor esküvők, egyéb rendezvények vannak, amelyek nem társadalmi jellegű, közösségi jellegű, hanem egyéb jellegűek, tehát ilyen szempontból, ilyen alkalommal kevésbé szerveztük, tehát ez is egyfajta újdonság. És mielőtt rátérnék az előadásomra, annyit említenék még mindössze, hogy én remélem, hogy úgy, ahogy annak idején elindítottuk a Porkoláb Lajosékkal a Magyar Kultúra ünnepét, úgy akár egy hölgysei megemlékezés ünnep sorozat is elindul ezen túl, vagy akár más jellegű, ez végül is a mostani kerekasztal beszélgetésnek is lehet egyfajta eredménye, hogy hogyan tudnánk a jövőben ezeket megjeleníteni Nagyváradon, hisz épp így szóba jött, hogy idézőjelben mondva szegény hölgysei nagyon rosszkor írta a himnuszt is, január 22-én a legnagyobb hidegbe szoktuk szervezni a rendezvényt, hát a születésnapja is augusztus 8, tehát ma van éppen a 225. a születése, 225. évfordulója, hát egy olyan időszakban esik, amikor a legnagyobb meleg van, és hát a szabadságolások ideje van, de hát ez természetesen nem kell, egyfajta kihívás számunkra, tehát ténylegesen akkor, hogyha kitartóak vagyunk, akkor ezeket is megünnepeljük, és nem vesszük ezt figyelembe. És hát nézzük akkor, röviden szeretnék csak Kölcsey Ferencről beszélni, mert nyilvánvaló, hogy mikor szerveztük, akkor gondolkoztam, hogy esetleg meghívunk egy irodalomtörténészt, vagy esetleg más szakember, de hát a legtöbben le voltak foglalva ebbe a két napba a Szatmár Németiek által szervezett rendezvényben, úgyhogy nagyon nehéz lett volna ilyenkor. És akkor úgy gondoltam, mivel neki a politika történetben is jelentős a szerep, akkor megpróbálok összegyűjteni egy olyan anyagot, amely megjeleníti, tehát nem csak az irodalmi szerepét, hanem egy ilyen általánosabb szerepet. És hát, hogy gyorsabban haladjunk, egy leírt szöveget fogok bemutatni, mert hát nyilván azért szeretném, hogy milyen sok programpontunk van, szeretném, hogy az időt tartsuk. Tehát Kölcsey Ferencről természetesen mindig a himnusz szokott eszünkbe jutni, hát ő volt a nemzeti himnuszunk szövegének a költője. Persze az is ismert, hogy a magyar romantika korszakában Kölcseyt tekinthetjük a magyar irodalom politikailag leghaladóbb költőjének. Szerepe legalább annyira beletartozik a kor politika történetébe, mint az irodalom történetbe. Tudjuk azt is róla, hogy a rendszeres magyar irodalmi kritika egyik előkészítője volt. Összességében az irodalmi főszereplők közé tartozik. Kiterjedt és fontos életművet írt, de világéletében gyönge testalkatú volt, betegségekkel küszködött, és mindössze 48 évet élt. Mégis egy férfiasan kemény lelkű ember volt. Hát 1790. augusztus 8-án született Sződemeteren. Akkor a Szilágy megye volt, de aztán később Szatmár megye lett, de tulajdonképpen nemes családból származott, amely nem volt túl gazdag, de nagy tekintélyű volt. Szülei művelt emberek voltak, ő több nyelven is beszélt, ifjú évében nincs is nagyobb gyönyörűsége, mint a műveltség. Sajnos 6 éves korában elveszti apját, 14 éves korában édesanyját. Közben a fekete himlő egész életére betegessé teszi, bal szemére megvakul, kihúl a haja. A vézna kopasz félszemű ifjú számára a szerelem sem lehetett több, mint egy keserves ábrán.
Annyira szemérmes volt, hogy korai szerelmes verse ellenére sem tudunk semmit magánéletéről. Iskolás korát a debreceni nagyhírű kollégiumban tölti. Jó tanuló volt, de visszahúzódó, barátokra nem talált. Debrecenről joggyakorlatra Pestre került, azonban amikor befejezte a tanulmányokat, nem jelentkezett ügyvédi vizsgára. Akkorra már kiábrándultan megveti azt a feudális jogot, amelynek kiváló tudósa lett. Később szakértőnek kéri fel újra meg újra főben járó jelentős perekben. Élete vége felé Lovasi, Kossuth és Veselényi híres pereiben fogalmazza meg a védők számára a perbeszédek érveléseit. De gyakorló jogász nem akart lenni. Hazament Szatmára, a családi birtokra. Ott a magányban fejleszti ki költészetét. Kazincival 18 éves kora óta levelez, majd jó barátságot kötnek. Kazinc irodalmi körének Kölcsey lett az egyik legfontosabb és legképzettebb tagja. Kölcsey az irodalom tovább fejlődésére nélkülözhetetlennek tartja a rendszeres kritikát. El is kezdi felmérni az élő magyar költészetet, egymás után írt három bírálatot. Elsőt a költőnek jelentéktelen már rég elfelejtett, de irodalmi ösztönzékként akkor fontos Kis Jánosról, a másodikat az akkor már halott Csokonairól, a harmadikat pedig Berzsenyiről írta. Mind a három erősen elmarasztaló volt. Az elegáns árnyas stílust kereső fiatal költőnek Csokonai túl parlagi, Berzsenyi túl durva és fellegzős volt. Érthetetlen, hogy mennyire nem vette észre, hogy amiért Kölcsey egy életen át lankadatlanul harcolt, az éppen Csokonai és Berzsenyi költészetében fogalmazódott meg. Sokkal később ezt Kölcsey is megértette, de addigra már Berzsenyi sértődötten elkettelenedve meghalt, és a gyászbeszédben Kölcseynek csak az önvád lehetősége maradt meg. Igaz, ezt az önvádat ott férfiasan ki is mondta. Ha itt ott meg is jelent egy-két költeménye, közönség kezdetben mint kritikust és irodalmi vitatkozót ismerte meg. A harciasság, amely egyszerre támadott a politikai reakció ellen, és a haladó költőkben felfedezni vélt hibák ellen, az irodalomba lépő Kölcseyt eleve népszerűtlenné tette. Nem bánta ezt. Falusi magányában szüntelenül egyre műveltebbé csiszolta tudatát, formálta költészetét. Világnézete egyre idegenebbé vált az elavult nemesi világtól. A megyei életben tevékenyen vett részt, mint főjegyző. A megyegyűléseken a liberális demokrácia szószólója, a jobbágyság védője. Magában fejlesztett költészete egyre jobban fordult a népdal felé. Mondani valója is egyre demokratikusabbá vált. 1823. január 22-én elkészül a himnusz, de ugyancsak abban az évben az Zrínyi dala is. De csak 1832-ben, tehát 42 éves korában jelennek meg kötetben versei. Közben azonban már a megye országgyűlési követe. A jobbágy felszabadítást akarja előkészíteni, három év múltán megyéje is megsokalja, és olyan utasításokat adnak neki, amelyeket nem hajlandó képviselni, emiatt lemond. Kossuth és a baloldal gyárszuhát ölt távozására. Ekkor már az ország hallad oldalának ünnepelt alakja. Az újságírásban is főszerepe van. Szemerével együtt szerkeszte az Élet és Literatúra című folyóiratot, amely három évig tudja fenntartani magát. Itt folytatja korábbi kritikai és esztétikai tevékenységét. A hivatalos hatóságok a legveszedelmesebb emberek közt tartják számon, állandóan titkos megfigyelők jártak a nyomában. Visszamegy Szatmár megyébe, de megtartja főjegyzői hivatalát, hogy befolyást gyakorolhasson a helyi nemességre. Politikai hatására Szatmárban megerősödik a liberális demokrata párt, ez időre országszerte ismert költő, kritikus, esztétává vált. Az egész hazai irodalomban filozófiailag ő a legképzettebb. Nemesként is teljesen szakítani tudott a feudális szemlélettel, és következetesen a polgári Magyarországot készítette elő. Nem retteg a forradalomtól, azonban jól látja, hogy a halladó nemesség sem ért mindenben egyet vele. Innét származott újra meg újra feltörő pesszimizmusa. Fél a nemzet haláltól, amelynek képe újra meg újra megjelenik költészetében. Ez a költészet hangjában, stílusában
mindvégig sok rokonságot tart a Kazinczy féle szentimentalizmussal, de egyre jobban közeledik a népköltészethez is, és a romantika pátoszához is. Amikor összebarátkozik Kisfaludy Károlyékkal, lényegében a programszerű romantikával köt szövetséget, és a felmagasodó Vörös Martiban felismeri az igazi nagy költőt. A kritikájában oly magas mércéjű, nem egyszer igazságtalanul, szigorú és elutasító kölcsei, a Csongor és Tünde előtt leteszi a fegyvert. Ezt remek műnek ismerje. Világirodalmi tájékozódásban is oda csatlakozik a romantikához, amelyel költészete is azonosul. Amikor versei megjelentek, már azonnal arról volt szó, hogy ez első kötete lesz az összes műveinek. Ezt azonban már nem érte meg. Élete végső éveit főleg a nagy politikai perek töltötték ki. Most büntetőjogásznak kellett lennie. Végső tevékenysége Veselényi védelme volt. Nagy felkészültséggel érvelt a vádlott ártatlansága mellett. A védő a beszédében el is mondotta a kölcsei indoklását, ám bár hiába, hiszen a kormányzat úgy döntött eleve, hogy a veszedelmes Veselényit el kell ítélni. Magát a főtárgyalást kölcsei már nem érte meg. 1838-ban egy hűlés elhatalmasodott a szervezetében, és egy heti súlyos betegség után meghalt. Kortársai úgy temették, mint a legnagyobb embert valamennyiük közül. Életműve él az irodalom történetben, és emlékeznek rá a politika történetben is. Nevét, emlékét a köztudatban nullhatatlanul idézi nemzeti himnuszunk. Életműve és emberi tartása miatt megérdemli, hogy születésének 225. évfordulóján megemlékezünk Nagyváradon is róla. Köszönöm a figyelmet!